Egy ideig utoljára tartottak szervezett programot a Szekszárdi Vosinszky Mormegyei Múzeumban. Az intézmény ugyanis a megemelkedett rezsiköltségek miatt április közepéig bezár. December 3-án idén még egyszer családi nappal készültek az ott dolgozók. A mesés adventtel hirdettünk meg egy családi napot. A tavalyi évben egy mesés karácsonyt már tartottunk, akkor egy kortárs mesével készültünk, most pedig egy klasszikus népmesével, amely Szent Miklós püspökről szól, egy kis zenével, és aztán pedig kézműveskedéssel várjuk a családokat. Varni fogunk filcből, textilből, fenyőfákat fogunk készíteni, gombokkal és gyöngyökkel díszítjük majd. A múzeumok közgyűjtemény jellegükből adódóan részben azt a célt szolgálják, hogy az ott dolgozók minden érdeklődőnek megmutathassák a régmúlt időkből származó tárgyi és szellemi emlékeket. Ehhez a munkához pedig elengedhetetlen, hogy ezek az intézmények élő kapcsolatot ápoljanak a betérőkkel. Ezért is szomorúak most némileg a munkatársak, akik viszont bizakodóak a jövőt illetően. Nagyon fontos, hogy a múzeum kapcsolatot tartson a város lakóival, azon belül is a gyerekekkel és a családokkal, és ezért fontosnak tartjuk, hogy ilyen családi napokat megrendezzünk. Ez azonban most egy jó darabig az utolsó ilyen esemény volt az intézmény életében. Ódor János, a múzeum igazgatója elmondta, azon dolgoztak szeptembertől, hogy elkerüljék a bezárást, de valahol várható volt ez az intézkedés. Erre vonatkozóan végül is november 24-én közgyűlésen született egy döntés, ami részben, mint városi fenntartású intézményt, a Vosinszky-Mór megyei múzeumot is érintette, és hát egy olyan energiaspórolási csomagot fogadott el a közgyűlés, amelynek eredményeként december 4-től 2023. április 15-ig, tehát lényegében a fűtési szezonban az intézménynek a kiállításai, kiállítóhelyei, Babicsház, Irodalomháza, Vármegyeházi kiállítások, illetve maga a főépület is zárva lesznek. Ez azt jelenti, hogy 15 fokon temperált hőmérsékletet azért biztosítunk az épületekben műtárgyvédelmi okokból. Elsősorban van a minisztériumtól, Kulturális és Innovációs Minisztériumtól egy szakmai ajánlás erre vonatkozólag, hogy a műtárgyak védelme érdekében 15 fok alá ne menjen le a hőmérséklet. Ezt az önkormányzat akceptálta, legalábbis egyelőre, úgyhogy ennek köszönhetően azért valószínűleg a műtárgyak, amíg ez a hőmérséklet biztosított, nem kerülnek veszélybe. Mert ez alatt pára lecsapódás, penész előfordulás előfordulhat, hogy jelentős károkat okozhat a műtárgyállományba. De hát ezt reméljük, hogy erre nem kerül sor. Ellenben 15 fokban már nem lehet irodai munkát végezni. A múzeumnak a munkavállalói elsősorban home office-ban végzik azokat a munkafolyamatokat, amelyeket ebbe az állapotban el lehet végezni. Ez elsősorban háttérmunkákat jelent, tehát a szakmai digitalizációs munkákat értem ez alatt, amely a Covid alatt, koronavírus időszaka alatt azért már egyfajta gyakorlatra tettünk szert, illetve a dolgozók is. Úgy van egy szakmai adatbázisunk, Huntékának hívják, ebbe a régebbi leltárkönyvi adatainkat próbáljuk felvinni, fotókat, és lehetőség szerint ebből majd minél nagyobb arányban publikáljuk a múzeum gyűjteményét. Úgyhogy ez egyfajta ilyen feladatmódosítással is együtt fog járni. Az épület közül, a kiállító helyeink mellett azért vannak jó néhány raktárunk is, az egyik raktárunkban folyik még tényleges munkavégzés, a régészeti háttérmunka, az ahhoz kapcsolódó feldolgozás, cserépragasztás, cserépmosás, illetve állatcsontoknak a mosása az folyamatos, tehát a Totév telep egyik raktárában ezt a munkát tovább tudjuk vinni, ami azért is fontos, mert a Vosinszky Múzeum, mint Tolna megyében illetékes, területileg illetékes intézmény, a régészeti feltárások végzésére jogosult és kötelezett is, és ezt a feladatot ebbe az időszakba is természetesen el kell, hogy lássuk. Úgyhogy ennek ez az áloga, hogy ezt a raktárba végzett munkát is folyamatosan tudjuk biztosítani. Az alaptevékenységünkkel összefüggő jó néhány munkafázist most ebbe az időszakba, ebbe a következő 4-4,5 hónapba nélkülözni vagyunk kénytelenek, tehát nem csupán a kiállításoknak a
működtetését értjük ez alatt, bár azért terveink között szerepel a nagyobb online jelenlétnek a biztosítása, tehát a szakmai gárda, a muzeológusaink azért sokkal több online anyagot fognak terv szerint előállítani, illetve hát majd kabátos tárlatvezetéseket is fogunk szervezni a kiállító helyénkre. Maga a közgyűlési határozatban is szerepel egy időpont egyeztetéssel történő kiállítás látogatási lehetőség csoportok számára. Nem gondolom azt, hogy ez nagyon életszerű lenne, hogy nagyobb csoportok hosszas időegyeztetéssel jönnének, de hát függetlenül ez a lehetőség fennáll, tehát egy nagyon pici lehetőség ennek is van. Ez a kötelezettségünk mellett próbálunk olyan programokat szervezni az épület falai között, amelyek megtarthatóak. A következő ilyen eseményt rögtön az év elejére tervezik. Szervezzük ettől függetlenül társ szervezőkkel a 2023-as mészőnapot, tehát január 19-én terveink szerint ez városba meg lesz tartva. Azt gondolom, hogy a lehetőségekhez képest próbáljuk fenntartani a múzeumnak az ügyét. És nagyon bízunk benne, hogy jövőre ez a helyzet, tehát hogy az energiaárak úgy fognak alakulni, vagy olyan állami támogatásban részesül maga az önkormányzat is, hogy jövőre nem kerül sor ilyen részleges kiállítászárásra. A programjainknak a tervezése az háttérben az zajlik, maga az intézmény folyamatosan azért működik, hiszen menet közben is jönnek be feladatok, kiadmányozási ügyek is természetesen vannak, iktatási dolgaink is, úgyhogy próbálunk ezeknek megfelelni.